Nézzük meg az új Junkari V600-as vetőgépet, amely 6 méteres munkaszélességgel rendelkezik, korábban csak V700-as volt 7 méter munkaszélességgel. Ami igazán különleges ebben a gépben az az, hogy teljesen mechanikus működtetésű, nincs benne ventilátor, sem pedig légszállító cső. A nagy munkaszélesség ellenére mindösszesen 3 méter a szállítási szélessége. A V600-asnak nagyon alacsonyak a traktorral szembeni követelményei. Akár egy idősebb traktor is üzemeltetheti, amennyiben van rajta legalább 3 párkány helyet száll. Amennyiben előső tárcsasorra is felszerelt a gép, úgy még egy szelepára van szükség. A vetőgép tartálya két része van osztva, 60-40 arányban, általában műtrágya van az első részben, és vetőmag hátul, de ez akár megfordítható. A hátsó tartály végébe az anyag a gravitáció segítségével jut el, majd csiga viszi ki a szárnyakba. A tartály első részéből egy szállítócsiga jutatja el egy hátsó tartályba, majd onnan csiga viszi ki a szárnyakba. A felesleges anyagot egy másik szállítócsiga jutatja vissza mindkét esetben. Az első tartályfélből hátrafelé szállítócsigának hidraulikus hajtása van, 20 liter per perc hidraulikus teljesítmény szükséges mindösszesen, traktorról vetés közben, ezen felül a V600-ason minden más mechanikus. A szárnyakra áttérve a talajkerék hajtás hasonló, mint a 3 és 4 méteres változatoknál. Elő a kerekekről veszük a meghajtást, ez hajtja áttételen keresztül a magadagolókat és a szárnyakban a csigákat. Minden csorosztjának saját mechanikus mag és műtrágya adagolója van. Az adagolókhoz két csiga szállítja folyamatosan az anyagot, állandó ellátást biztosítva. Érzékelők figyelmeztetik a kezelőt, amennyiben az adagolóknál nincs kijuttatandó műtrágya vagy vetőmag. Maga a csorosztja, az egy két tárcsás csorosztja, amelynek van néhány különleges tulajdonsága, mely igen hatékonyá teszi. A hagyományos gumitömbös felfüggesztés helye egy különleges szabadalmazhatott felfüggesztést alkalmazott. Laprugos felfüggesztést alkalmazunk, ami 20-tól 100 kg-os csorosztjánként talajnyomást tesz lehetővé. A dupla tárcsás csorosztját közötti sortávolság 15,9 cm. A laprugos felfüggesztés a dupla tárcsás csorosztjákkal egy nagyon erős és megbízható szerkezet. A csorosztja kombi típusú, tehát a vetőmag és a műtrágya ugyanabban a sorba kerülnek. A kiutatási mennyiség beállítása hasonló fokozatmentes hajtóművel történik, mint a 3 és 4 méteres vetőgépeken. Ezek opcióként elektromosan a fülkéből állíthatóak. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a Junkari V-sorozatnak a legnagyobb előnye, hogy ez egy nagyon egyszerű gép, mechanikus hajtással és a mechanikus adagolóval, amiből azt következik, hogy ez egy nagyon megbízható és könnyen kezelhető gép. Mivel minden sor saját magadagolóval rendelkezik,
Ezért nagyon precíz és egyenletes a vetés. Mindkét oldalon saját hajtása van, ezért a két oldal között nincs eltérés, induláskor, megálláskor, valamint a tábla végéken nincs késleltetés, azonban vet a gép nagyon precíz. Mint mondtam, a V-sorozatnak alacsony a traktor igénye, nincs ventilátor, amit hajtani kellene, kicsi hidrolika igénynek, valamint a mechanikus kialakításnak, a nagy magnyomó kerekeknek és a könnyebb húzású rossziáknak köszönhető, így régebbi traktorokkal is nyugodtan üzemeltethető. Also the power requirement is quite small. We can drive egy 6-os vévetőgépet első tárcsa nélkül akár egy 150 lóerős traktor is tud üzemeltetni. In quite level soils and light conditions. A V-sorozat gépei nagyon hatékonyak. A 6, illetve a 7 méteres változat is 65 cm-es tartályra készülnek, így a terület teljesítmény hatalmas. A mechanikus hajtásnak köszönhetően, de semmilyen korlátok sem kötik a kezelőt, és a megfelelő vonalerő valamint a megfelelő talaj körülmények között, akár 20 km per órás sebességgel is tud haladni. We can drive even up to 20 kilometers per hour. So these are the main advantages. Ezek a Junkeri V-sorozatának az előnyei, betétársai a szemben. Jelenetünkben megtalálható úgy a 6, mint a 7 méteres munkaszélességű változat is, ezzel ki tudunk elégíteni minden igényt, legyen szó nagyobb vagy közepes gazdaságról, könnyebb vagy nehezebb talajviszonyokról. You can find more information from our bővebb információkért a Junkeri vetőgépekkel kapcsolatban keresse a Szegának Kft. Területi képviselőjét.